Csornán is jártunk. A baloldali összefogás választási programját ismertette Szombathelyen Mesterházi Attila. A kormányváltásra összeállt pártok miniszterelnök jelöltje egyebek között arról beszélt, hogy azonnali reformokat kell végrehajtani az egészségügyben. Fel kell számolni a gyermekszegénységet, csökkenteni kell az alapvető élelmiszerek árát, valamint több kulcsos adórendszert kell bevezetni. Szólt arról is, hogy meg kell állítani a fiatalok tömeges külföldre települését. Azt mondta, többen hagyták el az országot az elmúlt 4 évben, mint az 1956-os események után. A fórumon beszélt még Nemény András és Fehér László is, a baloldali összefogás 2 vasmegyei képviselőjelöltje. Állami fenntartásba